Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanate Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Pashatyade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Gyakorlatilag folytatjunk múlt héti programot. Elkezdtünk szampradájás leckéket, vagy szemináriumot, és ez a szempradája múltkor egy kicsit ismételnék, hogy főleg miről beszéltünk. Elkezdtünk arról, hogy mit jelent, hogy lelki tudás, és miért, és hogyan megy át a lelki tanítómester láncolaton, majd kicsit ezt részletezni fogunk. És beszéltünk arról, hogy milyen eltérések vannak, hogy mikor és hogyan térnek el, amikor még, hogyha valaki egy tiszta útra állt, elkezdte gyakorolni, de eltérés, és beszéltünk, hogy fő ez a büszkeség, a damba. És eltérések vannak három szinten. Hogyha mi megnézzünk a Rupa Goszvámit, amikor tisztódó szolgálatot meghatározol, akkor azt mondja, hogy anya bilásítás sunyam, gyána karma adi, anavritam. Az eltérések kezdődnek mindig a gyána irányába, karma irányába. Adi, ez azt jelenti, vagy jóga, vagy valami misztikus olyan eredmények, ember akarja gyorsan elsajátítani, kimutatni, ahol még, ami nem az ő szintje még. És most egy kicsit erről fogunk még beszélni, hogy meghatározunk, hogy szampradája mi az, ami érték van a szampradájában. Azt meg fogunk próbálni most beszélni a maga a tudásról, ez az érték. Utána megnézzünk négy szampradáját egy kicsikét, nagyon kis érintéssel. Megnézzünk, hogy mik a különbségek a négy szampradája között, és utána beszélünk egy kicsit Madhava Acharyáról, aki egyik acharya a mi szampradájában. Amikor valakinek már kiveri a biztosítékot, mehet pihenni, hogyha túl száraz lesz. De próbáljunk. Lényeg, hogy ezek az eltérések, ez a gyána, karma és a jóga, vagy a szidhik, ez minden, ami csábítja minket, kiváltani ezekre a Isten irányi szeretetet, lecserélni. És ez nagyon csábító, és nagyon nehezen lehet valakinek ettől megmaradni, megőrizni azt a tisztaságot. Olyan, mint hogyha barlangban vagyunk. Egy-kettő? Jó így? Na, azért köszönjük szépen. És ez azt jelenti, hogy ez a tudás, ami minket meg fog óvni, ez a transzcendentális
tudás, ami lelki tanítómester láncolat ad nekünk, ami megvan őrizve ezered évek által, ez az a tudás, ami megadja nekünk megértési lehetőséget, nem lehet kikapcsolni az echót. Elment? Robi. Elment ő, Robi? Mert ez egy kicsit így, mint hogyha koncerten vagyunk. Akkor én eltolom, mert nekem nem kell így mikrofon. Szóval így jobb, nem? Jó. Ja. Szóval transzcendentális tudás mit adja nekünk lehetőséget megérteni a saját természetüket és Isten természetét. És ezt a tudást úgy hívják, hogy Sambandha Gyan. Mi ezerszer hallottunk, mi ez a Sambandha. Szó Sambandha az azt jelenti egy kapcsolat, hogy a tudás a kapcsolatokról. Mindjárt erről fogunk beszélni, de kicsit bevezetés, hogy a Sambandha Gyan, ez az a, hogyha megfelelő igazi tudást kapunk ezt a Sambandha Gyant, akkor az adja nekünk megértés, hogy hogyan tudjunk visszaállítani a viszonyokat Krisnával. Hogyha mi tisztán tudjunk, hogy mi az, ami minket kapcsolja össze Krisnával, mik ezek az örökké szolgálati kapcsolat fonalok, akkor tökéletességet fogok elérni az életembe. Szóval, hogyha én tudom, hogy a Sambandha Gyanhoz tartozik, hogy az én természetem, hogy az én természetem Isten szeretné Istent. Mindig örökké Isten szeretné. Akkor, hogyha ez így kapunk ezt a Sambandha Gyant, akkor az a tudás, az a Sambandha Gyan átváltozik a sztájbávra, az azt jelenti érzelmekbe. Hogyha nincs pontos megértés, akkor nem lesz ez az eredeti érzelmi kapcsolat Istennel. Ez egy nagyon fontos, ezek az alapokat érteni, hogy miről van szó. És hogyan ez történik, hogyan valaki nem tudja kapcsolódni Istenhez, és nem lesz ez az érzelmi, hogyha nincsen ez a harmónia egyensúly, ezt most fogunk egy kicsit beszélni. Szóval egyik, hogy ehhez kell őszintesség, kell tudás, hogy ha még rendelkezünk ezzel a tudással, ezzel a tiszta tudással, akkor ezek ami a lelki úton karma, ami fogunk mindjárt megbeszélni, hogy jön ez a karma. A karma az azt jelenti, önző valami testtel kapcsolatban élvezetek, mert azt is lehet, erre lehet áttérni a lelki életbe, akkor a gyána, tudás és a jóga vagy a szidhik, ez minden el tud téríteni. De mikor van nagyon világos mi a Sambandha, akkor tudom, hogy azok még nem a célok. Hogyha nincsen pontosan, akkor valamelyik irányába azt el fogok tévedni, és fogok gondolni, hogy a karma a cél. Mindjárt ezeket megbeszélünk, hogy hogy alakul, hogy a gyána a cél, vagy a szidhik, a jóga a cél. Még így nem fárasztó? Érthető, amit mondom? Nem erős, hanem tiszta. 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 Mert minden ami van, Sambandha Gyant nekünk ad. A materializmusnak is van saját Sambandha Gyan. Hol? Igen, de annyira visszhangzik, mint hogy a koncertben vagyok. Nézd csak, egy... Ha? Na, igen, nagyon így. Nagyon így, ha visszhangzik. Akkor... Szóval materializmusban van Sambandha Gyan. Ez azt jelenti, hogy anyag nincs Isten, akkor nincs kapcsolat Istennel. Sambandha Gyan mondja, nincs, nem kapcsolódsz Isten. Te vagy az a test, itt van az érzéktárgyak, és ez a lényeg, kapcsolódj az érzéktárgyakkal. Ez Sambandha Gyan. Szóval Sambandha minden materialista, lelki, minden filozófiában benne van.
És amikor van Sambandha Gyan, hát akkor már itt vagyunk, akkor megbeszélünk, hogy mi ez a Sambandha. Miről beszél Sambandha? Ó, na most jobb lett. Igen. Miről beszél a Sambandha? Beszél arról, hogy Chit, a Chit Ishvara. Mi ez a Chit? Jiva. A Chit anyagi világ, Ishvara, Isten. Szóval a Sambandha Gyan megmondja, mi az az anyagi világ, ki Isten, ki a lélek, és mi a kapcsolat. Lélek, mi a kapcsolat kell, hogy vagy működik, hogy a lélek is anyagi világ, Isten is anyagi világ között, anyagi világ és lélek, azt már mondtam, ez a három először. Akkor gyorsan beszéljük meg, hogy mi a kapcsolat a lélek és anyagi világ között. Karma. Ez úgy jelenti, hogy karma. Én akarok használni anyagi világot élvezetre, akkor csinálok egy cselekvés, az már karma, és kapok visszahatást. Mint koronavírus. Például. Ez a karma. Hát sajnos dukhalás asvatam, ez lesz. Csak online-okat nem akarok megijeszkedni, minden rendben lesz, ne aggódjátok, csak folytassunk, tanuljunk. Én nekem Hare Krishna mantrát, ne aggódjátok. Mert hát emberek most nagyon érzékenyen tudnak érinteni. Igen. Akkor mi a kapcsolat anyagi világ és Isten között? Kala, idő. Isten idő keresztül irányítja anyagi világot. Így. Ez az ő akarata anyagi világban, és ő így irányítja. Hogyha lélek, dzsivá és anyagi világ kapcsolata oda-vissza, ugye? Én próbálok hatni az anyagra, anyag visszahat rám, mint a karma. Akkor Isten és a anyag között milyen irányba van a nyíl? Egy irányba, így van. Isten teljesen befolyásolja anyagot, hat, de anyag nem hat vissza Istenre. És ezért, hogyha mi emlékszünk a Bhagavad Gita-ra bevezetésre, Srila Prabhupád azt mondja, hogy ő témát érinti Bhagavad Gita. Ki tud mondani milyen? Mi a karma? Jiva. Kála, idő. Prakriti. És Ishvara. Öt. Valami nem hiányzik? Mert mi beszéltünk három szögről, figyeljetek? Isten, anyagi világ, dzsiva. Kála, karma. Öt. Ugyan dzsiva, anyag, Isten, három. Kála, négy. Karma, öt. Nem hiányzik valami? Isten és dzsiva között. Az micsoda? Hogy hívják azt a kapcsolatot? Bhakti. Jóga az nem biztos. Bhakti. De miért Prabhupád nem beszél róla a Bhagavad Gita-ba? Azt mondja, csak öt dologról beszél a Bhagavad Gita. Azért, mert Bhagavad Gita Sambandha Gyan, és a bhakti, ez már abideya, ez már gyakorlat. Azért Bhagavad Gita-ban nincsen az. Szóval van ez az öt téma, és akkor most még bírjátok? Jó. Most kezdtek? Oké, jó, nagyon jó. Oké, akkor most megyünk egy kicsit beljebb. És az összes filozófia, ami létezik, ezt magyarázza, mi a Sambandha. Úr Chaitanya Mahaprabhutól milyen filozófiát örököltünk? Ki tud mondani? A csintje béda, a béda tatva. Nagyon jó. Igen. Hogyha mi most ezt lefordítjunk a nyugati filozófiára, mert nyugati világban is szokták filozófiát használni, a nyugati, például Immanuel Kant, ő német, filozófus volt, ő ezek a csintje béda, a béda. Ez azt jelenti, béda, a béda tatva. Ez azt jelenti, hogy
hogy pont beszél arról, hogy Isten egyenlő világgal, vagy külön van a világtól. És ez a lényeg az egészben. Hogyha nincs Isten, akkor külön van világtól. Valamikor a világ Isten. Ugye ez mikor nem külön a világtól. És hogyha mi találkozunk a nyugati filozófusokkal, akkor ők úgy fognak mondani, béda, az azt jelenti, hogy külön. A béda, nem külön. És akkor külön, béda, ez a transzcendentális. Szóval a transzcendentális, amikor külön az anyagtól, vagy teremtéstől. És a béda, nem tudom magyarul, hogy mondják, immanens. Immanens? Immanent. Immanent, úgy mondják. Immanent, ez a külön, vagy nem külön, amikor egy van, egy Isten és a világ egy. Hm? Azonosság, immanent, azonos, nagyon jó, köszönöm. Igen. Na most, és, na itt van a titok. Utána mindjárt kitérünk a szampradájákba, de előtte még egy kicsit nézzük meg ezt a két pontot, mert hogyha nincsen tiszta, hogy Isten, ő mennyire transzcendentális, külön a világtól, és mennyire azonos a világtól, ez fog befolyásolni a baktit. Például, hogyha mi mondjuk, hogy Isten ő nem azonos a világgal, ő transzcendentális, nagyon, ez azt jelenti, hogy akkor ő nagyon távol van, nincsen nagyon semmi köze. Van Isten, de ő magának van, mi magunknak vagyunk. Akkor mi lesz? Akkor lesz karma. Akkor van Isten, miért van? Hát, hogy én valamit elmegyek templomot, de hogy adja nekem kenyeret ma, pénzemet, gyógyítsa meg engem, akkor legyen az én dzsínem, aki vágyaimat teljesíti. Mikor kell, akkor rögtön megyek templomba, vagy bárhova, és akkor kérek, adja le ezt, hogy kunyarálok Istentől. Ez a karma. Vagy deizm, deizmus, úgy is mondják. Isten nagyon nagy, ő nagy hatalmas, ő nagy, ő legnagyobb, ő hatalmas. Én egy parányi lélek vagyok. Itt hogyha annyira transzcendentális Isten, és ő valahol ott van mindig, megteremtette a világot, és ott van magának, itt nincs is opció, hogy lehet nekem vele valami édes kapcsolat. Nincs is olyan. Itt nem is lehet megérteni, hogy lehet, nem lehet. Értitek? Szóval teljesen kizárja érzelmi kapcsolatokat Istennel, ezt a baktit. Amikor túl távol van. Ez amikor béda vagy transzcendentális. Amikor mondjuk, hogy a béda immanent vagy azonos a világgal, akkor mi lesz, hogyha mi mondjuk, hogy hát Isten ez a világ. Ő azonos a világgal. Akkor mit tud, mi, hogyha így gondoljátok, mi lesz ebből? Materializmus, mit mondta? Májávált filozófia. Tessék, itt van a fő filozofusunk. Igen, májávált filozófus lesz ebből, májávált filozófia, impersonalizmus. Van még egy valami. Amikor, akkor ott lesz csak, hogy hát, ez mit csinál? Természeti? A természeti imádat, igen, ez is, mert Isten ez a természet, igen, igen, hogy egy kicsikit még, akkor még szahadzsia. Mert akkor nagyon, hogy mondjuk, bratyizós lesz, hogy Isten, én is, mert tök minden nagyon jó, minden csodálatos, és akkor én már elkezdek így szahadzsia lenni. Igen. Szóval ez történik, hogyha nem tudjunk ezeket a pontosan kapcsolatot, ez a szambanda. Szóval, hogyha a hangsúly nem harmonikus a béda és a béda között, akkor nem lehet felébreszteni egészséges érzelmi, bhakti, szeretett kapcsolatot Istennel. Ez itt nagyon fontos, a szampradáják. És most fogunk beszélni a szampradájákról egy kicsikét, mindjárt.
És utána egy kicsit megnézzük még. Hát most már néztünk, hogy hogyan történnek eltérések végül. De lényeg a lényeg, hogyha mi harmonikus, tiszta tudással rendelkezünk, akkor lesz ez a kapcsolat Krisnával, ami préma. Akkor szívbe alkalmasok leszünk szívbe prémát felébreszteni, mert egy távol valakivel nem lehet szeretni. Aki itt van minden, azt se lehet szeretni. Vagy ha szahadzsia, akkor csak becsapom magamat, így már valamit szeretem, de igazából érzékielégítés lesz. Szóval mindegyik el fog téveszteni az embert. Ezért mondja Úr Csaitanya, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai. Az azt jelenti, hogy Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai. Hogy az élőlénynek már ott van ez a Nitya Siddha Krishna Prema. Ott van a szívében szeretet, Isten szeretet. De saját erőfeszítésből ő nem tudja ezt elérni. Siddha, Sadhya Kabunai nem tudja magától, hogyha nincsen lelki tanítómester, nincsen szampradája, és a többi. Hanem, tovább mondja Úr Csaitanya, Sravanadi Shuddha Chitta Karaya Udai. Ez azt jelenti, de hogyha valaki kezd hallani, Sravana Adi, kezdeni kell hallással, Shuddha Chitta, amikor hall valaki ezt a tudást, gyakorol, tisztul a szíve, Shuddha Chitta, tisztul szíve, akkor Karaya Udai, az azt jelenti, fel fog ébreszteni, fel fog ébredni ez a préma, ami már ott van, úgyis természetesen a szívébe. És ezért van ez a négy szampradája. És ez a kapcsolat, ez a szambandja, hogy mi a kapcsolat Isten és a teremtés között, dzsiva és teremtés, ezt lehet hozzá adni kategóriához, ez le van kódolva. Ez azért annyi sok vita van, hogy Isten ilyen lélek, olyan, és van négy szampradája. És a négy szampradája, ők adnak dekódolás, hogy mi ez a harmonikus kapcsolat, ez a szambandagyán, ez a tudás a kapcsolatról a harmonikus, amelyik a baktit fel tud ébreszteni. Szóval csak az a négy szampradája, Vasnava szampradája, ami létezik, mert van, hát van, mi tudjuk, hogy van Sat Darshan, van hatféle filozofikai magyarázat Istenről és a teremtésről, kapcsolatáról. És a hat között csak az egyik, ez a Vedanta. És ez a Vedantának van négy szampradája, szóval ahol Vaishnavák vannak, és ez a négy a szampradája, kicsit különböző baktik lesznek, de fel tudnak ébreszteni baktit Isten fele, ezek a szampradájak, lelki tanító mester láncolatok. Ők adnak ezt a talajat a szívébe, amire lehet ültetni a baktit, és fel lehet ébreszteni. Még nincs túlterhelés? Mehetünk tovább. Jó van. Na most, megérkeztünk négy szampradájához, de először megint egy pár dolgot beszéljünk. A négy szampradája a mit magyaráz? Mi ez, amit meg ők valamit képviselnek, ez azt jelenti, valamilyen tudást dekódolnak. Melyik tudást, mit dekódolnak? Ki tud mondani? Vedanta Sutrát. Vyasadev leírta ugye minden Védát, és végül, mikor leírta Vedanta Sutrát, abba belerakta az összes filozófiát, és ez le van kódolva. És aki megérti a Vedanta Sutrát, az meg fog érteni minden Védát. És a szampradáják, lelki tanítómester láncolatok, ők dekódolják, nekik van kulcs.
ők adnak kulcsot, mi alapján meg tudsz érteni Vedanta szutrát, és utána meg fogsz érteni a Sambandagyát és minden más védát, és a minden védának az értelmét. Például Srila Prabhupád mondta, bármilyen védikus írás, csak baktáknak van jóga magyarázni, csak baktáktól kell hallani. Mert bakták tudják a kódot, ők tudják, hogy mi a céla az összes védikus írásnak. Ajurvéda, asztrológia, akármilyen írás fogjunk, csak baktáktól. Mert ők fognak jó irányba adni értelmezés akar ajurvédának, akar asztrológiának és tovább. Meg tudják, Krishna minek létrehozta ajurvédát, asztrológiát, vásztot, amit akartok. Oké. Szóval ők dekódolnak a Vedanta szútrát. Anélkül nem lehet tiszta lenni, és nem fog felébredni baktit. Nem merek kérdezni, de esetleg valaki véletlenül tudja felsorolni 4 szampradáját. Nem kötelező. Sri szampradája. Rudra. Brahma szampradája. Az Sri az a Lakshmi. Kumára szampradája. Fú, ilyen 8 óra, majdnem is, még mindenki friss. Oké. Okay. Esetleg, hogyha valaki tud mondani, hogy mert minden szampradájának van egy acsárja. Minden szampradájának. Nem muszáj mondani, de esetleg, hogyha valaki tudja, hogy Rudra szampradájának ki az acsárja. Vishnu Swami. Nagyon jó. Lakshmi szampradájának Ramanuja. Nagyon jó. Kumára szampradájának Nimbarka. És a Brahma szampradájának Madhavacharya. Nagyon jó. Megyünk tovább. Akkor most mik a dekódolások? Mert minden szampradájának van neve a filozófiának. És ez a filozófia név két szóban van. Ez a kulcs, hogy hogy kell dekódolni a Vedanta szutrát. És utána meg lehet érteni összes védát azzal, annak a kulcsal. Akkor Vishnu Swami, először csak felsorolom a filozófia neveket, utána egy kicsit dekódoljunk együtt. Jó? Vishnu Swami, Rudra Sampradaya, ami tudja, mi az a Rudra Sampradaya? Igen, Úr Sivától jön, igen. Rudra Sampradaya, Úr Sivától. Tehát származik Vishnu Swami, azt mondja, azt a kulcsot adja, Shuddha Advaita. Shuddha Advaita. Mit jelent, hogy Shuddha? Tiszta. Tiszta Advaita. Egy. Igen, azonos, tiszta azonosság, nem különbözik ti. Igen. A Ramanujacharya Sri Lakshmi Sampradaya. Visishta Advaita. Ez azt jelenti feltételes különbség. Feltételes. Visishta Advaita. Visishta Advaita szerintem nem jól írtam. Akkor van Nimbarka Kumara Sampradaya. Ő azt mondja, Dvajta, Advajta. Azonos is, és külön is. Szóval Isten a világtól azonos, és külön, azonos világgal, és külön a világtól. Jó. És Madhavacharya? Ki tud mondani? Hippi? Jiva. Isvara. Jiva, Isvara. Jiva, Isvara. Igen, Dvajta. Igen, szóval ez a jel, ez onnan származik. Ez már több ezer éves, ez a Madhavacharyának a jel, ez nem hippiknek. Tőle kapták el a hippik, mikor ők is mondták, Isten, lélek. Ez onnan, mert ő mindig így jött, ment, így mutatta. Ezért Áryadő Prabhu tőle elsajátította. Oké, okay, ez a Dvajta, ez azt jelenti, hogy Isten nem azonos a lélekkel. Oké, okay, akkor most nézem, hogy mennyit fogok mondani, nem sokat, utána már Madhavacharyáról mesélek. Jó, még bírjátok egy kicsit filozófiát?
Akkor egy kicsit dekódoljunk, hogy már értsünk, mert mi ennyi, sokszor hallottunk, lehet, hogy elfelejtettünk, vagy megjegyeztünk, mi az a sudadvajta, visisadvajta, blablabla. Igen, de mi az? Az jó lenne tudni legalább egy-két mondatban. Akkor beszéljünk Rudra Sampradaya, Vishnu Swami, amikor azt mondja sudadvajta, ez az sudadvajta, az azt jelenti, hogy a béda, hogy a ok és az okozott között nincs különbség. Mert, ez most ezzel a terminológiával kell, hogy mondjak, mert az ok mindig benne van az okozatba. Érthető? Azért nem különbözik. Ahogy mondja ő tovább, hogy Isten, ő világnak az oka, ezért igazából, hogyha ő az oka a világnak, ami az ő okozata, ezért nincsen semmi különbség között Isten és a világ között. Ő így magyarázza. Sri Sampradaya, Ramanujacharya, aki mondja Visishta Advaita, ő azt mondja, hogy Visishta Advaita, feltételes a különbség. Hogy igen, van különbség, feltételezünk, hogy van Isten és a teremtés, vagy a dzsíva és Isten, világ és Isten közötti különbség, de ez feltételes csak. Hogy mit jelent, hogy van Isten, ő, és van anyagi világ, és Isten, ő az anyagi világnak a lelke. Egy szempontból különböző, de más szempontból úgy magyarázza, hogyha azt mondja, hogyha mi fogjunk kék lótuszt, mi tudjunk ezt a kékséget elkülöníteni a lótusztól. Nem tudjunk elkülöníteni a kékséget a lótusztól. Ugyanúgy nem lehet elkülöníteni Istent a teremtéstől. Nagyon komoly, nem? És akkor megy Kumara Sampradaya, Dvaita Advaita, vagy azt jelenti Svabhaviki Beda Beda, ez azt jelenti, hogy Isten azonos világgal is, és külön a világtól, a teremtéstől, és akkor ő úgy magyarázza érdekesen, mert ez ugye ez a legközelebb áll hozzánk a csintja, Beda a Beda, ő is mondja Beda a Beda, csak Svabhaviki Beda a Beda. Svabhaviki, ez azt jelenti, hogy természetesen azonos és külön a világtól. De ez hogyan magyarázza? Azt mondja, hogyha mi fogjunk a Isvarát, és ő azt mondja, hogy van kettő kigyú. Van kigyú, ami egyenes, ez az Isten, mikor egyenes kigyú, akkor ez az Isten, Isvara. Amikor össze van így tekerve a kigyú forma, akkor ez anyagi világ. Szóval ugyanaz az Isten, csak amikor valamikor Isten, valamikor anyagi világ. Így magyaráznak az acsárják. És nekik, persze ők Raganuga Bhaktit gyakorolnak, szóval ez nem annyira sarkolatos nekik, hogy teljesen félrevezető. Inkább mutatja, nem pont teljes aspektusát mutatja Istenről. Ezek a négy szempradályok nem félre magyaráznak, az fontos tudnunk, hanem az teljes képről csak valami aspektusát mutatják. Mint mikor mi is valamikor prédikálunk új embereknek, és akkor mondjuk, hogy igen, Isten, van anyagi világ, van lelki világ, és ott minden nap egy tánc, de akkor nem mondjunk ott már a teljes képet, hogy Isten lopja a vajat, meg a többi dolgokat. Szóval mi igazat mondjunk embereknek, de csak egy részről. És az acsárják a négy szempradájában, vagy hát igen, minden négyben, ők az egész igazságnak egy bizonyos részét valamikor a saját megvalósítás miatt csak ennyit mondanak, valamikor, mert ez a szolgálatok. Mint a Ramanujacharya például, ő a Jagannath Puriban, amikor volt, akkor neki mondta Jagannath, mondta, el kell menned Navadvipba, mert minden acsárjának oda kell menni. Hagyj itt mindenkit, és menj el egyedül.
És akkor Ramanuja Acharya egyedül elment a Jagannath Puriba, Navadvipba, és ott találkozott Lord Chaitanyával, és olyan boldog volt, és utána, amikor visszajött, akkor Jagannathnak mondta, hogy kész, akkor én akarok a szent nevet, Hare Krishna mantrát, a Prema Bhaktit prédikálni. És azt mondta, ne, neked most a Dasya Rasszat kell prédikálni, ezt a filozófiát, ez majd az én dolgom lesz. Szóval valakik is tudták, hogy mit kell, mi a teljes kép, de nekik feladatok volt csak ennyit adni az igazságból, szóval négy szampradájából. Madhavácsárja azt mondja, hogy Isten, ő nem azonos világgal, ő dvájta. Miért? Ő rögtön egyet mondja, Isten boldogság, anyagi világ szenvedés. És ezért ő mindig ezt a dvájtát hangsúlyozta, Isten és a világ, meg a dzsíva, az külön van. És akkor ő azt mondja, hogy svatantra, hogy ez a különbség a világtól, a teremtéstől, ez azt jelenti, hogy Isten svatantra nem függ a világon, de a világ, a teremtés függ Istennen. És erre ő is mondja egy saját klasszikus példát, gondolom sokan hallottak, bimba pratibimba. Ez azt jelenti, hogy az objektum és az árnyéka. És akkor azt mondja, Isten ő az objektum, az anyagi világ ez az árnyéka. És árnyék teljesen függ az objektumtól, mert ha nincs objektum, nem lehet árnyék. Szóval ugyanúgy anyagi világ teljesen függ a Istentől, és ugyanakkor, amikor mozdul Isten, mozdul az árnyék, teljesen függ rajta. Viszont az objektum nem függ az árnyéktól, Isten nem függ a teremtésétől. Szóval így mondtam, magyarázta a Csintje, nem, ez csak Béda-Béda, ez még nem a Csintje Béda-Béda, majd meg kicsit máskor, ma nem beszélünk a Csintje Béda-Bédváról, ma csak a négy szampradájáról beszéltünk. Viszont van egy nagyon érdekes vers a Padma Puránában, ami jóslás. Következőt, Balagya Vigyabhusana is ezt a verset idézi. Sampradaya vihivina, nem, Sampradaya vihinaye mantraste nishpalamata. Ez azt jelenti, hogyha valaki szampradáján kívül próbálja elérni, használni mantrákat, annak semmi működése nem lesz, nem fog működni. A mantrák nem működnek szampradáján nélkül. Utána atakalu bavisyanti csatrava szampradájina, de a Kali Yugába csatrava szampradájina, négy szampradája, utána felsorolja Sri Brahma, Rudra, Sanakana, Vishnava, Kshiti Pavana, akkor ezek a négy szampradája ahhoz, hogy kegyesen megmenteni az embereket, Csatvarasz, Tekalau, a Kali Yugába, Bhavya lesz, Hyutkale Purushottama. Hyutkale Purushottama, ez azt jelenti, hogy hát úgy egyik mondják, Hyutkale, ez azt jelenti, hogy nagyon magas, tiszta kultúra, Purushottama, ami imádja Purushottamat, legfelsőbb urat, de van egy másik megértése ennek, ami miatt idéznek általában az acsárják. Ki tudja, mit jelent, hogy utkál, és ki tudja, hogy mit jelent, hogy Purushottama. Bhagavad Gita magyarázaton kívül. Ez azt jelenti, hogy utkál és Purushottama, ez mind a kettő Jagannath Purira jelenti, Orisszát. És azt mondja, Kalikorban minden négy szampradája onnan fog terjedni. És mikor ő jött, ki elkezdte terjeszteni 500 év ezelőtt? Lord Chaitanya. Ő fogta négy szampradáját, és ez az Acintya Béda Béda Tatva, ez a szintézés, minden négy, amit most beszéltünk, ezek a hosszú, minden dvajta, és így tovább.
ez minden acsintja béda bitva, ez a szintézis, az, hogy a legpontosabb, legtisztább megértés a Sambandha Gyánról, és útkele porosodtam, és onnan fog terjedni. Akkor ott volt Csertánya Máprabó, és tudjátok, ki volt még onnan jött? Bhaktisiddhanta Maharaj, ő is. Onnan jött, Jagannath Puriból. Oké. Szóval még egyszer egy kicsit összerakunk. Hogyha van tiszta megértés nekünk, mi a kapcsolat Isten és a világ között, Isten és a lélek között, hogy ez a Sambandha Gyán tiszta, amit nekünk adja szampradája, akkor meg tudjuk érteni Istennek a természetét, képesek leszünk, akkor a bhakti megnyilvánul egészségesen a szívünkben. És ez a Sambandha Gyán sztáj báva fog alakulni, prema bhaktiva. Hogyha nincs ez, akkor nem lehet. Oké, okay. Egy kicsit mesélek Madhvácsárjáról, mivel ő a mi szampradájának egyik fontos acsárja. Van, szampradája kettőféle vonalon épül fel, van siksa és van diksa. És nekünk a siksa sokszor működik, amikor nem siksa, nem diksa, nem a gyavatást kapsz, hanem csak egy tanítást kapsz egy gurutól, és akkor te tudsz képviselni ennek a szampradájának a tanítását. De a siksa szerint Madhvácsárja, ő Krishna, Brahma, Narada és Vyászától jön. Szóval Krishna Brahmanak adta, Brahma Naradanak, és Narada Vyászának, és Vyásza adta Madhvácsárjának a siksát. De van diksa is a mi szampradájában, képzeljétek el, hogy a Durvasa Muni, hallottatok egy ilyen szentről? Ő a mi szampradájának egyik acsárja, mert ő ott kapta avatást a mi szampradájában. Hamsa avatár által, Úr Bráma által, négy kumára által, ő megkapta ezt a tudást, és utána átadta más nagy acsárjáknak ezt a transzcendentális tudást, Durvasa Muni, akik nehéz időben prédikálták. És szóval Durvasa Muninak a tanítványai a Mayavad korszakba prédikálták, amikor a Földön a Mayavad inkvizíció volt. Mert nem, a inkvizíció az még kemény volt, mindjárt mondom is, mert ők próbáltak ezt a tiszta tudást adni a dzsíva és a Isten közötti szeretett kapcsolatokról, viszonyokról, baktiról tanították, de akkor ez nagyon-nagyon nehéz volt. És ezért kellett egy kicsit rejtelni, valamikor valakit meg is öltek, mindjárt fogok mondani, kit megölték, a Mayavadik. Ezért kellett rejteni, és végül átment az egész ilyen Mayavadra végül. Az egész szampradájánk is. Például a Madhvácsárjának a gurúja, ki tudja, ki volt a gurúja, esetleg véletlenül, csak úgy, hát ha így megálmodott. Acyuta Pareksa, ez a volt a Madhvácsárjának a gurúja. Az ő gurúja, Pragya, Tirtha Pragya. És a Tirtha Pragyának Satya Pragya Tirtha volt. Ez azt jelenti, hogy Madhvácsárjának param gurúja, mint nekünk Srila Prabhupád, Satya Pragya Tirtha volt. És őt megölték a Mayavadik, mivel ő próbálta a dualizmust, baktit prédikálni. Na, akkor most egy érdekesség, hogy a Pragya Tirtha egyszer, ez a Madhvácsárjának a gurúnak a gurúja, elmesélte Acyuta Pareksának, aki Madhvácsárjának a gurúja, jóslást. Mondta neki, tudod, hogy elmondom neked egy titkot. Mi volt az acsárja, egy jó tanítványa, Acyuta Pareksa, és mondta neki, én a Brahmanra meditálok már
egész életemben, és megmondom, bármennyit én lemondást nem végeztem, mindenféle lelki gyakorlatot, mai napig nem értem, ki az a Brahman, mi az a Brahman. És megmondom neked, másik titok, az előző acsárjáim, sok-sok-sok visszamellőnek egyik sem meg se tudta megvalósítani a Brahmant. Szóval mi nem tudjunk, ez nem működik, ez a filozófia, ez a Brahman, Brahman, te vagy Brahman, én Brahman, ezt nem tudjunk megvalósítani. Ezt mondta a Csuta Pariksa. És azt mondja, de meg volt jósolva, hogy fog jönni egyik acsárja, aki majd ezeket rendbe hozza. Mi a Brahman, mi a Jiva. És nekem van megérzésem, hogy ő a te tanítványod lesz, mondta a Csuta Pariksának a Pragya Tirtha. És akkor így a Csuta Pariksa utána ő lett az acsárja az egész szampradájában, és mikor már idős volt, ő mindig ez a gondolat az ott nála maradt, hogy hát érdekes, hogy mi gyakorolunk filozófiát, gyakorolunk, de végül nem elérhető a cél. És ő is így gondolta, hogy akkor nem elérhető, akkor de van, ami csak van megoldás, mint mondta a gurum, valaki fog jönni, valamit megmondja, mert én se, bármennyi lemondás, mindenféle gyakorlatok végzek, nem bírom megvalósítani Brahmant. És egyik alkalommal, mikor pont ezen gondolkodott, mi az a Brahman, és így tovább, akkor bejött hozzá egy kisfiú. 8 éves kisfiú jött, és akkor mondta neki, hát jöttem elmondani neked. És akkor elkezdte a gondolatokra, amik voltak kérdések, válaszolni, hogy elmondom neked, mi a Brahman, mi a Jiva, mi a nem Brahman, mi a teremtés. És mondta, de valójában szeretnék lenni a te tanítványod. És akkor láttam, hú, ez nagyon helyes kisfiú, aki nagyon értelmes, akkor elfogadta a gurukulába, és akkor elkezdte járni, apukája megengedte, és akkor elkezdte járni gurukulába hozzá. Akkor még nem Madhavacharya, hanem Vasudev, ez volt a neve. És első alkalommal, amikor jött gurukulába, akkor a Csuta Pariksa magyarázta Mayavad könyvet. Tudjátok főkönyvet? Mayavadnak a főkönyvet? Nem baj, és nem tudjátok. Ez a neve, hogy Ishtasiddhi. Ishtasiddhi. És akkor első slókát magyarázta, ami úgy hangzott, hogy te vagy Brahman, én vagyok Brahman, a világ Brahman, minden Brahman, ezért én vagyok a Brahman, és ezért tiszteletes hódolatom ajánlom magamnak. Miért vagyok a Brahman? Ebben a pillanatban Vasudev, vagy Madhavacharya felemelte a kezét, és mondta, kedves acsárja, ebben az első versben, ennek a könyvében 35 hiba van. Na, akkor mondd el, és felsorolta, és utána mondta, amikor minden hibát bemutatta, akkor mondta, mivel már csak egy vers, első versben ennyi hiba van, nem akarok tovább tanulni ezt a könyvet, mert akkor, hogy mi lesz tovább? Végül mondta neki a Csuta Pariksa, okay, én rájöttem, te legyszel guru, én leszek a tanítványod. Legy itt te a gurum. És akkor ő lett a guru, akkor kaptak Purna Pragya nevét, aki teljes tudással rendelkezik, és amikor 12 éves volt, kapta apukától engedélyt, akkor a Csuta Pariksa adta neki a titulost, acsárja, és ő lett az acsárja már 12 évesen. És Ananda Tirtha, az volt az ő acsárja neve, és ő írt, igen, ami nagyon fontos, mivel mi beszéljünk arról, hogy a szampradáják, ők magyaráznak Vedanta Sutrát, ez a lényeg. És a Madhavacharya, ő elkezdte menni egész világba, prédikált. Hát ahogy ő prédikált, én sokszor, mikor én megyek utazó kocsival, akkor nekem mindig kicsi a kocsi. Tele van mindennel. Kütyükkel, ez az, minden. Az én cuccaimban nincsen sok, ami nekem személyes, de ahhoz, hogy
prédikáljunk, mert minden, hát ez nekem szerintem egy kamion kellene. És nagyon szégyeltem magamat, hogy ez milyen brahmacsári, ilyen kocsikkal utazik, hogy mikor pakolok valahogy ötször, hogyha egyedül, ötször kell fordulni kocsiból, bepakolni a lakásra. Aztán rájöttem, hát egy hiteles, mert Madhavacsárja, ő nagy-nagy ilyen, hogy hívják, ilyen ökrös szekérrel ment, és tele volt könyvekkel, mindenféle dolgokkal, ami prédikáláshoz kell. És akkor így megnyugodtam egy kicsit. Szóval így utazott, és elment Kanyakumárhoz, ez a Dél-India csúcsa, és ott elkezdte prédikálni Mayavádiknak. De Mayavádok nem álltak vele szóba. Azt mondták, mi alapján beszélsz nekem? Vedanta Sutra magyarázatod van, nem, akkor szóba se állunk veled. És akkor Madhavacsárja mondta, lesz. A Dél-Indiából elment Észak-Indiába, ez mint tanítványokkal együtt, ez nem tudom ki volt Indiában, nagyon messze van, elment Észak-Indiába, elment a Himalájokba, Badarik Ashramba, Badarik Ashramon megálltak, és Madhavacsárja 48, ez egy érdekes dolog, hogy ő a Vyasadevhoz készült menni, és 48 napig bőtölt, és csak lelki szadanát végezte, hogy legyen lemondás, legyen tiszta tudat, hogy tudjon, először el tudja jönni oda Vyasadevhoz. Gyermek, mi a neve Vyasadev? Ahova lakik? Elfelejtettem, Badarik Ashram, és hogy? Valaki tud mondani? Badarik, Uttara Badrinat. Ez az, Uttara Badrinat. Ez már pont hol lakik, barlang, ahol lakik Vyasadev mai napig. És végül, amikor a 48 napig bőtölt, Badarik Ashramba, az már Himalájákban, és utána elindult Uttara Badrinatra, akkor hát minden tanítvány kikészült, nem bírták ezt a bőtöt, de egy titkára ment utána vele, aztán ott volt valami nagy szakadék, amit átugrott a Madhavacsárja, a tanítványa nézte, jaj, és akkor hát tudjuk, hogy Madhavacsárja vájónak a megszemésülése, és akkor így csak fújta egyet, és akkor így elfújta vissza a tanítványát Badarik Ashramba. Eljut Vyasadevhez, és abban a pillanatban az a kérdés, megálljunk és kirtánozunk, vagy folytassunk a Madhavacsárját? Folytassunk? Jó. Sem a prabhu, bocsánat. Ők döntötték, én csak szolga vagyok. Igen, és akkor, mikor már megérkezett Vyasadevhez, ő már megírta Bhagavad Gita-nak a magyarázatát. És Vyasadev nagyon örült neki, mondta, hogy már régóta vártam, gyere, és akkor mondta, itt van, szeretnék neked felajánlani Bhagavad Gita magyarázatot, esetleg meg tudnál nézni, hogy hol a hiba. Mondta, nem akarok nézni, én már tudom mindent, amit. Jashi Shraddha Shama Sundar Ki, Jai! Mit van a? Acintya Beda Beda Tatva. Én már tudom, és azt mondta neki Vyasadev, hogy a hiba az a magyarázat elején van. Egyetlen egy hibád van a Bhagavad Gita magyarázatban. És akkor, ó, miben? Hát úgy írsz, hogy én megpróbáltam megmagyarázni, ahogy csak bírom, próbálkozom megmagyarázni az abszolút igazságot. És azt mondja, ez egy nagy hiba. Mert te tökéletesen megmagyaráztál, nem hogy próbálok. De ez nagyon tökéletes. A többi hiba nincsen. És utána még ott több hónapon keresztül ott maradt, és Vyasadev tanított neki a Vedanta Sutrát. Mikor megtanította a Vedanta Sutrát, akkor elment, és visszament Dél-Indiába. És Vyasadev adta neki utasítást, nem csak a Vedanta Sutrához írja a magyarázatot, hanem Mahabharathoz. És végül, és mikor visszament Dél-Indiába, akkor menet közben titkárral írta a Vedanta Sutra magyarázatot, és mikor eljött Indiába, Dél-Indiába, akkor
teljesen legyőzte összes májavádot, semmi nem bírták, nem voltak érvek ellene. Mellette keresett Mahabharatot, mert abban az időben nagyon sok spekuláció volt a Mahabharattal kapcsolatban. Ezért Vyasadeva akarta, hogy ez tisztázva legyen, és megtalálta egy eredeti írást, amelyikhez megírta a magyarázatot, ami mai napig használják ezt is, ezt a magyarázatot a Mahabharatra. És akkor visszament, megint Vyasadevhez. Mikor visszament Vyasadevhez, akkor megmutassa neki magyarázatot Mahabharathoz. Nagyon boldog volt Vyasadev, és mondta, jó, akkor most adok neked valamit, és adta neki 8 salagram silát. És ezek a salagram silák mai napig ott vannak Udupiba. Mert a fő templomok Madhavácsárjának, a Szampradájának Udupiba van, és ott vannak mai napig, lehet látni ezeket a 8 salagram silát, amit adta neki Vyasadev. És ami nagyon érdekes, hogy fő istenségük, akit imádnak Udupibe, ez a Krishna, Udupi Krishna. Egyik, nem fő, egyik fő. Mert Krishnát, de ők nem, nekik inkább dasya jobban szolgálat, áhítót kapcsolat van Istennel, inkább Madhavacharya Szampradájában, inkább Béda, ez a Aishvárja, és hogyha van Krishna is, majd elmondom a Krishna történetet, de van nekik inkább a Sitaram, sokkal több, Lakshman Narayan, Búváraha, inkább ezek a murtik, amik imádnak, inkább ilyen Aishvárja. De ez a Udupi Krishna, ez egy nagyon érdekes volt, amikor már idősebb volt, hát Madhavacharya nagyon erős volt. Volt, amikor májavádik akarták megölni őt, mert nem bírták ezt a filozófiát, mert érveket nem találták, és valamikor egyik májavádacsárja felbérelte ilyen nagy wrestlinges embereket, ezeket a bodybuilding-es birkozókat, és elküldte, hogy meg kell folytani Madhavacharyát. Madhavacharya ült, egy vyászaszánon tartotta a leckét, közben jöttek, nem tudom, 4-en vagy 3-an jöttek, és elkezdtek folytani, meg mászni rá, ő meg se érezte, csak így tovább folytatta a leckét, mintha nincs is senki. És akkor ezek elfáradtak, aztán elmentek, nem lehet mit csinálni. Szóval Madhavacharya ő, hát majd egyszer, mikor lesz megjelenés, akkor elmesélem a gyerekkórit, hogy hogyan ő első gabonát, ceremóniát magának szervezte, de ez már máskor. De ennyi csak előre tekintve, úgy első gabona ceremónia volt, hogy megette egy zsák babot. 40 kiló zsák babot megette. Ez volt a gabona ceremónia, Anna Prasana. És akkor igen, egyik alkalommal, amikor ott volt Udupinál, ott az óceánnál volt valami nagyon rossz időjárás, és egy hajó ment, és ez a hajó az nagyon veszélybe került. És nem tudták irányítani a hajóval, dobálta ide-oda. Madhavacharya észrevette, akkor először levette a szanyász a kötényt, elkezdte így integetgetni, de közben elkezdte így szívni a levegőt. És ő, mint egy vájú, ő irányítja a levegőt, a szélt, és akkor ő ezzel a pránajámával elkezdte hajót szépen elirányítani a parthoz. És mikor kikötött a hajó, akkor a kapitány vagy a főnök oda jött, és nagyon hálás volt, megköszönte, és mondta, hogy tudom, hogy te kegyedből történik, mert látom, te vagy misztikus, nagyon tiszta, szent személy, bármit kérjen, bármilyen adományt. És ez egy nagyon gazdag ilyen üzletember volt. És akkor Madhavacharya mondja, hát én szanyászi vagyok, nekem nem kell semmi, de valamit kérjen, mert én szeretnék meghalálni. Jó, hát akkor ott tudom, hogy neked ott van a hajónak a jálra, ott van egy nagy agyag.
az egy dva rakából agyag, tilak, pont jó lesz ez az a mennyiség. Nekünk, tudod, mi tilakot rakok, mindig azt kérem. És akkor ő bement oda a hajóra, egyedül, kiszedte, nem tudom, milyen nagy ilyen darabot. És mikor elment mindenki, nem volt, nem látta senki, akkor fogta, földhöz dobta, és ott volt Udipi Krishna. És ez a Krishna, képzeljétek el, ez még Satya Bauma imádta, amikor Dvárakában volt. Ez még akkori murti volt. Van másik murti is, amiket imádtak, ez a Mula Ramachandra. Ja igen, mindjárt még a Mula Ramachandra is azon meg fogok állni. Azt az utolsó, de ennyit még mondom, hogy mivel ők béda, az azt jelenti, hogy inkább a Aishvára távolság Isten és a élőlény között dásziát gyakoroltak, ezért, amit mondtam, Sitaram, Lakshmi Narayan, Buvaraha, és volt neki egy tanítványa, nem az ő tanítványa, tanítványának a tanítványa, Vyasaraya Tirtha, majd róla fogunk beszélni, szerintem következő alkalommal. Ő 732 templomot alapította, Hanuman templomot. Hanuman, ja. Oké, utolsó, amit elmondom még, ez a Mula Ramachandra, ez is egy fontos, mert Mula Ramachandrát imádta meg az Úr Bráma. És az Úr Bráma adta Iksváku dinasztiának. Az Iksváku dinasztia, tudjátok ez milyen dinasztia? Ez a Úr Ramachandrának a családja. Csak mielőtt még jött Úr Ramachandra, sok-sok-sok ezer évvel ezelőtt, Iksváku családjában már ott volt Ramachandra, a murti, és ők imádták. És mikor megjelent Úr Ramachandra, megszületett, megnéztük, hasonlít, teljesen, igen, ő az. Akkor jó. És akkor Lakshmannak odaadták, és Lakshman imádta, neki volt saját kis pici helyisége, ahol minden nap jött, és valamilyen darsan, valami kis szolgálatot csinálta Ramachandrának. Utána egyik alkalommal, utána, ez később lesz. Utána Lakshman, és volt egy Brahman Ajodhyába. És az a Brahman, ő annyira szerette Úr Rámát, hogy nem evett és nem ivott addig, ameddig nem találkozott Úr Rámával, nem kapta darsant. És amikor Ramachandra Ajodhyába volt, akkor minden nap fogadást tartotta, és bárki jöhet hozzá. És ez a Brahmana mindig eljött Úr Ramachandrához, kapta darsant, utána majd csak evett és ivott. És egyik alkalommal több időre elutazott Úr Ramachandra. És ez a Brahmana nem evett, nem ivott napig, hetekig, hónapig, tiszta csontváz lett. És mikor visszatért Úr Ramachandra, és akkor észrevette, és mondja, veled mi történt? Ugye ő nagyon érzékenyült, hogy ez az én baktám, én nem akarok, hogy szenvedjen. Mondta, hát most mit csinálok, hogy nekem van ez a fogadalom, hogyha nem látlak téged, addig nem mehetek és nem ihatok. És azt mondja, hát ez nem jó. És mondta Lakshman, add oda neki a Mula Ramachandrát, hogy legyek nála. És akkor adta neki. És ez a Brahmana, ő imádta a Mula Ramachandrát. Utána Brahmana átadta Hanumannak Ramachandrát. Ganga Madana hegy, ahol mai napig ott van Hanuman. Tudjátok, ameddig emberek beszélnek Ramayanról, addig Hanuman itt marad a földön. És Hanuman ő imádta Mula Ramachandrát. Utána, amikor találkozott Bhimával, Bhima kicsoda? Bhima és Hanuman, Vájú. Hanuman és Vájú. Egy érdekes. És amikor Bhimával találkoztak, akkor Bhimának odaadta Ramachandrát. És Pandavák imádták Mula Ramachandrát. Pandaváktól örökölte Pariksit Maharács. Pariksit Maharács imádta. Utána Janamidzsáj, és utána a Janamidzsáj után kapta a fia,
És ez az Óriának Órija Jagannath Puri, Orissa, Orissának a királyok imádtak. És egy alkalommal, na itt nagyon érdekes, egyik alkalommal meghalt a király, eltávozott, aki imádta a Ramachandrát, vagy a Orissának a királya, és a fia, aki örökös lett volna, trónörökös, ő még csak 8 éves volt. És nem lehetett, hogy ő uralkodjon, akkor kellett választani egy királyt, aki addig uralkodjon, meddig nem lesz teljes korra, vagy hogy mondjuk, felnőtt korra a gyerek, a kis királyfi. És az volt a, hogy hogyan akkor királyt választották, hát nem voltak referendumok, meg ilyen választások, szavazások, hanem volt a királynak az elefántja, elefántnak adtak egy speciális fűzért, előre engedték a városba, és brámanek mentek utána, és mantrákat vibráltak. Ezek a mantrák arról szóltak, hogy a Paramatma, aki elefántnak a szívében van, vezessen elefántot a következő királyhoz. Ki lesz a király, válassza ki. És akkor mentek, mentek, énekeltek, és egyik alkalom egy házhoz közelített az elefánt, onnan kiszaladt egy brámana, és akkor elefánt odament, és ráakasztotta a fűzért. És akkor ez a brámana, aki elfogadta, nem akarta király lenni, de addig, ameddig fiú, kisfiú még nem tud királykodni, addig elfogadta, Narahari Tirtha, ő volt. És ő már Madhavacharya tanítványa volt, ez a Narahari Tirtha. Lényeg a lényeg, amikor teljes korú lett a kisfiú, a királyfi, akkor Narahari Tirtha mondta, oké, kész, akkor én többet nem akarok, te legyél a király, téged koronáljunk, és akkor én megyek. A kisfiú örült, hát ő akart egy kicsit irányítgatni, neki tetszett. Igen, ő ksátria volt, ő akarta. És mondta, jó, akkor mit kérsz? Kérsz valamilyen fizetés ezért, hogy voltál király helyzetben? Azt mondta, egyet kérem, Mula Ramachandrát. És akkor odaadták neki Mula Ramachandrát, és akkor ő, a Narahari Tirtha elhozta Mula Ramachandrát a Madhavacharyának, és Mantralájában van egy ilyen helyiség, Mantralája, és ott beállítottak, és ott áll mai napig. Jó, nem húzom, legalább 10 percet tudjunk énekelni, nem akarok húzni, majd lehet, nagyjából elmondtam mindent Madhavacharyáról, és akkor majd a következő alkalommal folytatjunk a mi szampradájáról. Természetesen kis történetek mindig benne lesznek. Akkor kérdések majd személyesen, kommentekbe, Facebookon, internet, ahogy gondoljunk. Jó? Köszönöm szépen! Shishi Radha Shyama Sundar ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gora Premanande Haribo, Gora Bhaktavrinda ki jai.